és ha még 10 esztendőt gyűjthettem volna olyan körülmények között és azokkal a lehetőségekkel, akkor ma nagyon jól állhatnánk. Amott látok az évvalat. Énekeljük csak el. Amott látok az ég alatt, egy madarat repül, de szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni. Repülj, madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet. Mondd meg, ismerik azt az éneket, hogy la 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 la. Nagy pavilon, lehet egy városnév is. Rendszerint városnév szokott lenni, hogy például... Legyen Kolozsvár. Legyen Kolozsvár. Na, énekeljék csak el ezt az éneket. Kolozsvári nagy pavilonban van virág. Na most már maguk is énekelhetnek bátrabban katonanótákat, mert lányokat is sóhoznak. Ez az ének, amit most elénekeltek, és nagyon örvendek, hogy innen is előkerült, amit legelőször énekeltek azzal együtt, egy mivégű, új stílusú, két mi végű új stílusú dallamunk van összesen, tehát az ilyen végződéssel csak két dalunk ismeretes. Na ez volt az a másik dallam, amit örömmel vettem, hogy előkerült. Este van, emlékeznek erre az énekre? De nem minden lánynak. Megy a nap lefele. Nem, megy a nap lefele. Azzal kezdik itt. Az ég alja felén, alatt a szegélyreg óta, ki van a szeme sírva, kísérik a sötét áristó. Istenem,
Édesanyám rózsafája. Emlékeznek arra az énekre? Igen. Végebb még a korosba is volt az énekelő. Igen, énekelték ott is. Na, énekeljék el. Sok mindent összejátszottam. Kezdve a paposditól eljutottam egészen a cirkuszig. Egy rossz hegedűn nyekeregtem, és közben bábcirkuszom volt. És dudoltam hozzá. Kitaláltam egy olyan figurát, egy olyan zenélő bohócot, hogy táncol és muzsikál, és ugrándozik. És akrobatikus mutatványokat végez, miközben a kezében van egy szál hegedű, és avval muzsikál. Nagy élmény volt számomra mindig, hogyha valami ismeretlen helyre kerültünk, első dolgom volt az, hogy milyen a harangoknak a hangja. Rendkívül érdekelt. Nekem is volt harangom. Egy dézsi gyógyszerész bácsitól kaptam annak idején egy olyan nagyobb csengő, ami volt a kapuknál régen. Egy ilyet kaptam ajándékban. És nagyon szerettem különféle csengőkkel, különféle hangolású csengőkkel játszogatni és dallamot. És aztán rájöttem később, hogy ezt meg lehet vizes pohárral is oldani, vízzel fel lehet hangolni a poharakat, és már eredetileg is különféle poharaknak különféle csengése, vagy hangmagassága van, és hát ezekkel szerettem játszani. És volt egy olyan acélzongora, gyerekzongorám, amivel nagyon szerettem az orgonát imitálni. Az orgona és a szertartásos énekek, a gregorián énekek nagy hatással voltak rá, mint kisgyerekre. És rendkívül szerettem minisztrálni. Mindig ott voltam. És harangozni is szerettem. És mindig csodáltam az orgonát. És én el voltam tiltva a zongorától, mert nem szerettem kezet mosni. És az volt a legnagyobb szenvedésem. De azért, mikor nem látták oda, félköztem, és én is kalimpáltam magamnak. Megélhetésről is kellett gondoskodni, és aztán így lettem pedagógus. Kezdetben magyar népzenét tanítottam,
Azután 2 év múlva kezdtem formatant tanítani, akkor bíztak meg a zenei formatant tanításával, majd közben tanítottam ellenpontot is, összhangzattant is, később aztán gregorián zenét is, sőt partitúra olvasást is, és az első órán mindig felolvastattam Kodálynak azt az írását, hogy ki a jó zenész. Gyerekkorában milyen népszokások voltak Mérában? Hát gyerekkoromban mi volt cselédség, akik egy évre szerződtetik el magukat, és év utolsó napján, ha más gazdához szegődött el, akkor év utolsó napján szabad volt. Akkor végigjártak az utcán, ostorral patogtattak, a rossz gazdának a utcapadját felborították, a kutyát megtöltötték tövissel vagy polyvával, és énekelték. Mit énekeltek? Azt, hogy mikor a szolgának telik esztendeje. A téli időszakkal kapcsolatosan, vagy pedig aratáskor, aratóéneket énekeltek? Mondta egy öregasszony nekem, aki sokat járt nálunk, hogy az anyai dél-nagyapám mit énekelt. Olyan emlékszik volt arra? Emlékszem, igen. El tudná énekelni? El. Szeretnék szántani, ha tükrőt hajtani, ha a babám jönne az ekét megfogni, minden borozdába egy pár csókot adni, minden borozdába egy pár csókot adni. A dallam kezdete arról tanúskodik, hogy városi eredetű. Egyetlen népdalunk sem kezdődik úgy, hogy mi fá szó, 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 szó. Ez a durhangsor harmadik fokáról való indítás, ez tipikusan műzenei hatás a népi dalabok között. Minden dallamot elemi részekre bontottam fel, vagyis azt úgy képzeljük el, hogy kisebb egységekre, a sornál kis, a dallamsornál kisebb egységekre bontottam, és a fő szempont a verstani, a dallami és a ritmikai tagolódás volt. Na most ennek a célja, hogy amint a szótárak magukba foglalnak egy bizonyos szókincset, nekem az a célom, hogy a magyar népdal zenei szókincse is legyen egyszer szótárszerűen rendezésben közrebocsájtva. Tehát én azt keresem, hogy mi a magyar zenei észjárás. A magyar zenei észjárásra szeretnék konkrétabb választ adni, persze egyelőre a népi dallamok, a népdalok és a népies dalok anyaga alapján. De kérdezem én, hol állana a nyelvtudomány, ha nem léteznének szótárak? A zenének is megvan a maga szókincse. Népdalaink szókincsét ismerték el tegyük. Tehát rendkívül fontos, hogy a zenei szókincsünk mellett azt a bizonyos morfológiai sajátosságot is ismerjük, ami a zenei szerkesztésnek, a magyar zenei szerkesztésnek alaptörvénye. Sajnos ma nem dicsekedhetünk avval, hogy a zenei analfabetizmust felszámolják.
távol vagyunk attól még, de felszámolható volna. Ha már az analfabétizmus megszűnt, akkor a zenei analfabétizmusnak is meg kellene egyszer már szűnnie, de magától nem történik semmi. Tehát az énektanáraink, a zenetanáraink hozzáállásától, munkájától, törekvésétől függ az, hogy az általános műveltségbe bele fog számítani egyszer nálunk is a zenei írás olvasás ismerete. Énekeljük el azt az ötfokú hangsort, amelyik népzenénknek az alaphangsora. La. Minden mozdulatomra egy-egy hangfokot énekeljünk. La. Most visszafele. La, so, mi, re. Tisztábban, ré, fejem. Nem hangosabban, tisztábban. Ré. Tehát hány hangot énekeltünk felfele összesen? Egyel többet, mint öt. Miért? Mert egyik megvan kétszerezve. Kétszer fordul elő. Melyik hang fordult elő kétszer? A lá. 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 Vannak népdalaink, maguk is tudnak. La 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 la. Így kezdődik ebben az oktávugrással, a két lával. Na még volt egy olyan hang, amelyik nem tér el ugyan fokszámban az öt hangtól, de egy mélyebb regiszterben szólalt meg az a hangfok. Melyik volt az a lá alatti? Na, énekeljük a lá szó lát, de tisztán a távol van egymástól a lá és a szó, mert nagy szekund távolságra van, nem kis szekund. Lá, ezt énekeljük el, hogy lá szó lá. La, szó mélyebben. Na most énekeljük el még egyszer ezt a pentaton hangsort egy kicsit élénkebben. De mikor leérkezünk a lára, akkor még kapcsoljuk hozzá az alsó szót, és azután térjünk vissza a lára. Amikor ez a néphagyomány felbomlóban van, megszűnő félben van, hát eljuttassuk a falusi népet a zenei ismeretekhez. Tudatosítsuk benne, hogy azoknak a népdaloknak milyen hallatlanul nagy művészi értékük van. És hát ez is egyik serkentője volt annak, hogy hát a kórus mozgalmat is megindított. A zenei kártyajátékom, amelyet valamikor 11 esztendővel ezelőtt készítettem, a 16. századi harmóniák világából merítettem, és az egyes kártyalapokon 3 hangjegyből álló dallamelem szerepel. Ezeket a kártyalapokat úgy kell majd összerakni, hogy 4 szólamban a legegyszerűbb, legkisebb mozgással, az úgynevezett lex minima elve alapján a 3-as hangzat összefűzéseket kiadja. Vegyünk például ezt az egyszerű basszus képletet, amelyik egy emelkedő kvártból és egy emelkedő szekundból áll. Ez lehet do, fa, szó, lehet ré, szó, lá, mert ezeken a kártyalapokon a vonalrendszerből csak annyit használok, amennyi föltétlenül szükséges annak az illető elemnek a feltüntetéséhez. A játékosnak kell értelmezni, tudni azt, hogy hát az egyes elemek milyen hangnemi értelmezésben
szerepelnek. A do, fa, szó basszushoz a következő elemek kapcsolódnak ebben a többszólamú formában. Do, do, ti, azután szol, la, szó, és mi, fa, ré. Együtt pedig. Ifjú koromban megismerkedtem a jogával, Szárvály Rája Jezudián Sport és Joga című könyve alapján, és nagyon rokon szenveztem vele. Ahhoz, hogy az ember a feladatát, a munkáját jól el tudja végezni, nálam rendkívül fontos, elsődleges tényező a joga gyakorlat. Mert a munkabíró képességet és a munkához való hozzáállást rendkívül támogatja, elősegíti. A jogának szellemi része is van, ilyenek például a koncentráló gyakorlatok. A gondolat kikapcsolás, vagy pedig hosszabb ideig egy bizonyos dologra koncentrálni. Ez rendkívül fontos a zene gyakorlatában is, és általában a zene tanulásánál is. Rendkívül megkapott engem Gandhinak, mint embernek a magatartása, szebbé, jobbá tenni mindazt, amit lehet. Itt aztán meg kell említenem Albert Schweitzert is, aki nagy tisztelője volt Gandhinak. A Schweitzer filozófiájának az alapja az élet tisztelete. Tehát e fele kell törekedjünk. Nagyon sok ellentmondással találkozunk a valóságban, ami szinte kizárja, szinte lehetetlenné teszi ezt. Hát ugye Tolstojnak is milyen nagy erőfeszítéseibe került az, hogy hát önmagát átnevelje, és megtisztuljon azoktól az emberi gyarlóságoktól, amelyek sokszor nagyon-nagyon is felütik a fejüket bizonyos korszakokban. Nem szeretem az időjárását. Megfordítom a kalapom állását. Nem állt annál sem eső, sem darab. Mennyi a jég is messze pereg róla. Nem állt annál sem eső, sem darab. Hely, még a jég is messze pereg róla. Bartók megszívleltette velem azt, hogy a valódi, a könyörtelen, a szépítés nélküli igazságot kell keresni mindenben. Még akkor is, hogyha az az igazság számunkra kellemetlen. És aztán a kézilataim. Ahhoz sok idő kellene, hogy fel tudjam dolgozni. Lesz elég időm? Nem tudom. Minden esetre igyekszem, hogy nagy rendetlenséget ne hagyjak magam után. Lehetőleg mindent én tisztázzak.